Gárdonyi Géza Isten rabjai című regényében Jancsi Frátert kioktatják a dominikánusok a reinkarnáció tanáról. Idézem Gárdonyit, a keleten járó dominikánusok megismerkedtek a keleti filozófiával is. Haza is hozták, beszélgettek róla, hogy az ember nem test, hanem lélek. A test csak ruha, ha elszakad a ruha, újat osztanak a világmagazinból. Idézet bezárva. A magazin az itt áruházat jelent. Már Petőfinél is találunk olyan verset, amelyben a reinkarnációt vallja. Halhatlan a lélek, hiszem, de más világba nem megy át. Csak itt lenne a földön marad, a földön él és vándorol. Petőfi persze aligha hitt ténylegesen a lélekvándorlásban, kielentése csupán játékosan magára öltött költői szerep. Alkalom arra, hogy elmondhassa, milyen forradalmárokat tekint történelmi elődeinek. Gárdonyinál más a helyzet. Ő a reinkarnációt ténylegesen vallotta. Egri sírfelirata, csak a teste azt jelenti, hogy testét valóban nem tekintette többnek, elszakadt ruhánál. Az ember szerinte kizárólag a lélek. Ezt fejezi ki a láthatatlan ember regény címével is. Mint Ábrahám testvér mondja Jancsinak, idézem, Isten lehelete az ember. Jancsi mondja, testbe foglaltan. Most testbe foglaltam válaszolja Ábrahám. Most. Érted? most. De ki tudja, mikor lehet ki engem Isten? Ez-e az első testem? Vagy ez már a második? Vagy a századik? Hát te is azt gondolod, kezdi Jancsi. Azt gondolom, hogy addig élünk ezen a földön, amíg tisztára nem érezzük, hogy mikor azt mondom én, az nem a test. Itt vége az idézetnek. Ezek a nézetek a 20. század második felében a New Age hullám hatására széles körben elterjedté váltak. Emlékszem egy régebbi server, vagyis kipróbálás után fizetendő számítógépes programra, amely azzal biztatott regisztrációra, azaz fizetésre, hogy az kitűnő karmát biztosít azóta a server programok készítői materiálisabb módszerekre tértek át, ha nem fizetsz, a program nem hajlandó tovább működni. De jellemző, hogy a 20. század utolsó évtizedében a karmában való hitet valaki ennyire általánosnak tekintette. A karma hindu fogalom az ember cselekvését, és a cselekvése révén kialakult sorsát jelenti a karma az a teher, amelyet az újabb és újabb testben történő újjászületések során föl kell dolgoznunk, hogy megszabaduljunk a reinkarnációk körforgásától, a szamszárától, és egyesülhessünk Brahmával, vagy beléphessünk a vágyaktól mentes nirvánába a különböző vallások és vallási irányzatok tanítása szerint. A buddhizmus révén a reinkarnációtana az egész távol-keleten elterjedt. De nem kizárólagosan hindu eredetű. Lélekvándorlás, metempszichózis szerepel a görög filozófiában is. Az orfikusoknál, pythagórásznál, empedoklésznél és platonnál. Vallották a reinkarnációt a gnosztikus szekták, a manicheusok és a neoplatonikusok. Az újkorban kedveztek a lélekvándorlás gondolatának Lessing és Goethe, Fichte és Schleiermacher, sőt Nietzsche is. Lelkesen átvette az eszmét a teozófia, amelyből a New Age mozgalom született. Manapság alig-alig találunk mágikus irányzatot, amely ne vallaná egyszer s mind a lélekvándorlást is. A zsidó vallásban is találkozunk a reinkarnáció hitével. Ennek gyökerei azonban alig ha bibliaiak. Hallgassuk meg erről Raj Tamás Rabbit, idézek, a lélekvándorlás, héberül Gilgul Nesamót, röviden Gilgul, csupán a középkori zsidóságban jelentkezik, minden bizony a keleti indiai hatásra, és akkor is elsősorban nem a hivatalos rabbinikus irodalomban. Így megtalálhatjuk ezt a gondolatot a 8. század közepén jelentkező karaita mozgalomban, több zsidó vallásfilozófus eszmevilágában, és mindenek előtt a kabbalista irodalomban majd később a kabbala hatására a kelet-európai haszidizmusban. Idáig tartott az idézet rajta mástól. Zilberfeld Jakab, békés csabai rabbi, aki a holokauszt idején sem volt hajlandó magára hagyni híveit, hanem visszautasította a felkinált menekülést, és hitkösségének tagjaival együtt halt meg Auschwitzban, doktori értekezésében foglalkozott a zsidó lélekvándorlás tannal. Ő mondja, kezdem az idézetet, a Talmud idejében hódított tért a zsidók között, különösen a palesztinaiaknál és a babiloniaknál a gnoszticizmus. Alexandriában pedig a platonikus eszmék találtak hálás talajra a zsidóság körében a gnoszticizmus anyaméhében született a kabbala, a misztikus világnézetek és a titkos magyarázatok tudománya, amelybe azonban különféle csatornákon keresztül az alexandriai filón új platonizmusa is beszivárgott, és annak egyik fő elemévé lett. A transzcendentális ideákat a kabbalisták az idegen bölcsészeti rendszerek értelmében fejtegették, de ezeket a rendszereket a Biblia, a monoteizmus, az egyistenhit és a zsidó hagyomány mezébe igyekeztek öltöztetni. Itt zárul az idézet. Egy zsidó barátomtól úgy tudom, őt arra tanították, hogy újra megtestesülés akkor történik, amikor az ember nem végezte el feladatát a földi életben. Ezért Isten úgy dönt, hogy visszaküldi őt a földre. Hozzátették, hogy egy embernek legfeljebb négy inkarnációja lehetséges. Mint azonban Zilberferd Rabbi kimutatja, az ilyen nézetek forrása a zsidó okkultizmus a kabbala. Tehát nem a Biblia az Ószövetségből csak gyönge, mit sem bizonyító érveket tudnak fölhozni a lélekvándorlás hívei. Például vegyük a Teremtés könyvének harmadik fejezet 19. versét, por vagy és visszatérsz a porba. Szerintük ez azt jelenti, hogy visszatérsz egy másik testbe pedig a vers első része világosan mondja, visszatérsz a földbe, amelyből vétettél. Azért vagy por, mert földből vétettél, és ha visszatérsz a porba, a földbe térsz vissza, nem egy másik testbe. Vagy amikor Ádám szett születése után így szól, másik magzatot adott nekem Isten Ábel helyett, akit megölt Káin, Szerintük ez azt jelenteni, hogy Szet nem más, mint Ábel reinkarnációja. De ez teljesen önkényes értelmezés. Semmiképpen nem következik a szövegből. A többi ószövetségi érv is hasonlóan erőltetett. Kizárólag azt fogadhatja el ezeket argumentumnak, aki eleve hisz a lélekvándorlásban, és azt akarja kihallani a szövegből. Ez világosan mutatja, hogy a reinkarnációs eszme nem az ószövetségből származik. Csak utólag keresnek hozzá bibliai megalapozást. Maga Zilberfeld is kritikusan szemléli a lélekvándorlástanát, és bemutatja, hogy annak a zsidóságon belül is komoly ellenzéke van. Hogy állunk az új szövetséggel? Az Isten rabjaiban. Frater Rudolf fogalmazza meg Gárdonyi nézetét: Miért ne hinném, a hitünk nem mond ellene, a vallásunk meg nem tiltja, hogy ne higgyük? Miért szenvedne itt annyit az ember, ha nem követett volna el egy előbbi életében bűnöket? A kis ártatlan gyermek a fogzásban, torokgyíkban, az ember munkájában is van logika, Isten munkáiban ne volna. Idézetbe Gárdonyi fejtegetésében kettős hiba van. Az első, az a tévedés, hogy hitünk nem mond ellene a reinkarnáció tanának. Mi Jézus evangéliumában hiszünk, már pedig annak izzó magvához tartozik a sürgető felhívása megtérésre. Máté 24.42 legyetek tehát éberek! Mert nem tudjátok, mely napon jön el, uratok. Szó sincs arról, hogy ráérnénk megtérni egy következő életben. Eljön az éjszaka, amikor senki sem munkálkodhat, János né. A példabeszédbeli gazdag embernek, a kárhozat kínjai között tudomásul kell vennie, hogy állapota végleges, Lukás 16.19-től 31. versig. Mint a zsidólevélben olvassuk, el van határozva, hogy az emberek egyszer meghaljanak, és utána következik az ítélet. Zsidólevél 9. fejezet, 27. vers. Kevés dolog világosabb az evangéliumból, mint az, hogy örök sorsunk egyszeri földi életünk során dől el. Az ember véglegességre rendelt lény, Isten örök szeretetében kell beteljesednie, és megadatott neki a gyönyörű és félelmetes szabadság, hogy visszavonhatatlanul döntsön. Egyúttal azonban a véges anyagi világba ágyazott lény is, az emberi szellem az anyaghoz van rendelve, és testi folyamatok igénybevételével hozza meg döntéseit, látni fogjuk, hogy ami totálisan és látványosan kizárja, a reinkarnáció lehetőségét, az éppen a test és lélek egymásra rendeltsége. Origenész a harmadik század elejének nagy egyházi írója a bűnbeesés és megtisztulás vég nélküli körforgásában hitt, melynek során az emberi lelkek angyallá vagy démonná is válhatnak de újra emberré is testesülhetnek. Ezt ő még jóhiszeműen tanította, az origenizmust azonban az egyház gondolkodása markánsan elutasította, a tanítóhivatal ismételten elítélte, legmagasabb szinten 553-ban a második konstantinápolyi zsinaton. Az egyház nem fogadja el a lélekvándorlást. Gárdonyi másik tévedése a fentidézett szövegben, hogy Isten műveibe egy olyan kényszerítő logikát visz, amely magát Istent is köti. Így vezeti le a reinkarnációt abból a tételből, hogy ártatlanul nem szenvedhetünk, mert ez igazságtalanság volna. Csak hogy a tétel hibás. A szenvedés nem okvetlenül büntetés az ártatlanok szenvedése lényeges része a keresztény világképnek. Az ártatlan Jézus szenvedése váltott meg bennünket. Az Ószövetségben Jobb könyve hosszadalmasan viaskodik az ártatlanok szenvedésének problémájával, míg végül ott köt ki, hogy a dolog Isten misztériumához tartozik. A felfoghatatlan Istent nem lehet felelősségre vonni. Az új szövetségi kép még mélyebb. Magát a megfeszített és föltámat Jézust nyújtja nekünk válaszként a kérdésre. A szenvedés, mint kiüresedés, mint az emberi egzisztencia határainak lebontása, a szeretet áldozataként elfogadva, megnyitja az embert az isteni transzcendencia előtt amely Jézus föltámadásával boldogító gazdagságban áramlik be a megváltott emberiség életébe. A forgószélből beszélő, félelmetesen szuverén Isten helyébe, aki előtt jobb, megsemmisülve némul el, a nagy péntek borzalmától pünkös túsz, tűztengeréig ívelő húsvéti misztérium fölfoghatatlanul csodálatos istene helyébe, a reinkarnáció eszméje olyan istenséget tesz, aki be van tokozva egy nyárspolgári logika csőrendszerébe. Istennek ez a lefokozása tökéletesen megfelel a mágikus világképnek, amely manipulálható nominózumot kíván. Ugyancsak nagyon megfelel a reinkarnáció, a mágia emberképének is. Olyanok lesztek, mint az Isten. Az ember lehetőségei határtalanul variálhatók, a félkezű nyomorék, fanyűvő, szupermenként születhet újra, az idióta zsenivé válhat következő életében. Jusson eszünkbe a tabulas maragdina szövege ami lent van, az megfelel annak, ami fent van, és ami fent van, az megfelel annak, ami lent van. Ez a transzendencia tagadása. A reinkarnáció olyan módon torzítja Isten és az ember képét, hogy ez a tétel hihetővé váljék. A kereszténységben viszont az ember egyszeri és behatárolt lehetőségei közepette, azáltal tágul a végtelembe, hogy minden kiszolgáltatja önmagát Isten határtalanságának. Nem vehetők komolyan azok az állítások, melyek szerint az új szövetség maga is tanítja a reinkarnációt. Jézus beszél új születésről Nikodémusnak, de ez nem más, mint a vízből és szentlélekből történő születés a János Evangélium harmadik fejezetének ötödik fejezetében. Vagyis nem más, mint a keresztény beavatás, a keresztség és a bérmálás, ami egyszeri földi életében teszi az embert Isten gyermekévé, nem pedig egy másik földi élet kezdete. Az is igaz, hogy Jézus keresztelő Jánosról azt mondja, ő illés, aki eljön. Így olvassuk a Máté Evangélium 11. fejezetének 14. versében. De ennek a mondatnak értelmét, Gábriel angyal Zakariásnak mondott szavai mutatják meg, amikor így beszél a születendő Jánosról, idézem, Izrael fiai közül sokakat fog urukhoz, istenükhöz téríteni illés szellemével és erejével fog előtte járni, hogy az atyák szívét a fiakhoz fordítsa. Lukács evangéliuma első fejezet 16. és 17. vers. Vagyis János illés próféta szerepét fogja betölteni. Őrá vonatkozik Malakiás próféta jövendőlése, Íme én elküldöm majd nektek Illés prófétát, mielőtt eljönne az úrnak nagy és rettenetes napja, hogy visszatérítse az atyák szívét fiaikhoz, s a fiúk szívét atyáikhoz. Malakiás harmadik fejezet, 23-tól 24. versig. Illés előkép, amit János beteljesít. Illés szellemével és erejével jár, de ebből nem következik, hogy azonos illés személyével Jézus a színeváltozás után így beszél, illés valóban eljön és helyreállít mindent, de mondom nektek, illés már eljött, s nem ismerték fel őt, hanem azt tették vele, amit csak akartak. Akkor megértették a tanítványok, hogy keresztelő Jánosról beszélt nekik. Mondja az Evangélium Máté, evangélium, tiz, Máté Evangéliuma, 17. fejezet, 11-től 13. versig. Mivel röviddel az Jézus Mózes és illés társaságában mutatkozott előttük a hegyen, ezt alig kellett volna magyarázni az apostoloknak, ha illés azonos lett volna keresztelő Jánossal, akit jól ismertek. János illési alak, a nagy térítő proféta típusa, még öltözködésével is illésre emlékeztet, ám ebből csak illés profétai szerepét lehet rábizonyítani, nem személyazonosságát. Ha a Szentírás igaznak vallaná a reinkarnációt, sokkal világosabban kellene beszélnie, és ami ennél is több, jelentékeny részét törölni kellene. Egyszer újságban olvastam egy kisbabáról, aki állítólag aranyfoggal jött a világra. Ebben a lélek vándorlás bizonyítékát látták, jó lehet, legfőjebb az aranyfog bizonyítaná, már tudnélik, ha igaz volna. De fájdalom, amint nem hiszek a fántermő kacsák meséjében, úgy ebben sem hiszek. A kacsák a sajtóban teremnek. Nem tudom mennyire hitelesek az időnként felbukkanó történetek, amelyek szerint egyes gyermekek emlékezni vélnek állítólagos előző életükre, leírnak helyszíneket, amelyeket sohasem láttak, ám amennyiben hitelesek, fölmerül a kérdés, hogy mások miért nem emlékeznek előző inkarnációjukra, mert a nagy többség nem emlékszik ha tehát egy ilyen történet valóban igaz, nem tudom mással magyarázni, mint démoni befolyással, adatközléssel, ami sajnos lehetséges. Ember kaphat információkat démoni forrásból. A reinkarnáció viszont nem lehetséges. Ezt nyomban kifejtem, hogy miért. Müller Péter író és okkultmester biztosan tudni véli, hogy az öngyilkossá lett színész, Latinovics Zoltán. Előző életében nem volt más, mint Gogol, a nagy ukrán író. Többek között azzal bizonyítja ezt, hogy amikor Latinovics csipollát alakította a Mario és a varázslóban, nagy orrot tett föl, és Gogolnak is nagy orra volt. Ellenállva a kísértésnek, hogy megkérdezzem történetesen, miért nem sziránó de Bergerakkal azonosítja szegény Latinovicsot, Annyit azért megjegyeznék, még jó néhány millió ember élt a történelemben, akinek nagy volt az orra. A dolog kisé -e komolytalan. Az eredeti Bagavad Gita című kiadványban van egy képsor, amely szemlélteti, hogyan alakulnak át az emberek az újjászületéskor karmájuk következtében. A húsevőből tigris lesz a haspókból disznó, a hajladozó ledér táncosnőből görbe görbefa, a hétalvóból medve. E két éltő rajzok alkotójának gondolom stílszerűen ebihalként illene reinkarnálódnia, a szemléltetés fölöttém naív. Gyakran hivatkoznak a regressziós hipnózisra mint a lélek vándorlás bizonyítékára. Csak hogy hipnotizált állapotban az ember erősen szuggesztibilis. Ha azt szugerálják neki, hogy menjen vissza előző életébe, el fogja hinni, hogy volt előző élete. Az előző élet emlékei azonban, mint több eset bizonyítja, a jelen életből származnak. A húsz éves Anna Setman előző életében afrikai benszülöttként tengerparton pálmafák között látta magát. Később azonban ugyanazt a tengerparti tájat viszont látta egy két éves korában készült fotón, amely egy algériai nyaralásuk emlékét őrizte. Ő ezt tökéletesen elfeledte, de a hipnotikus állapotban előjött az emlék, tudatküszöbe alól, nem előző életéből. És most hadd mondjam el, miért vagyok teljesen biztos abban, hogy a reinkarnáció lehetetlen. Azért, mert az ember egységes lény. A lelkem én vagyok, de a testem is én vagyok ami a testemnek fáj, nekem fáj. Amit a testem élvez, azt én élvezem. A test nem egyszerűen lakás, amelyből a lélek kiköltözik. Ha a lélek elhagyja a testet, az ember meghal. Lelki funkcióinkhoz szükség van testünkre. Ezzel nem tagadom az ember természet fölötti jövőjét. De az a kegyelmi rendhez tartozik, nem a természet rendjéhez, és az is a test feltámadásával teljesül be. A merő természetrendje szerint az ember lelke, ha nem is semmisülne meg, a halál után nem volna képes további cselekvésre, kristályos időtlenségben maradna fenn. Ha viszont a lélek újból visszaágyazódik az anyagba, akkor azt az anyagot a saját testévé határozza meg, hiszen az emberi szellem nem veszíti el személyazonosságát. Ha a Gogol lelke újból testet ölt, az Gogol teste lesz, nem Latinovíz Zoltán teste. Hitünk szerint ez meg is fog történni az Úr eljövetelekor, a holtak feltámadásakor. A föltámadt test azonosságát nem a Molekulák azonossága biztosítja, elvégre testünk anyaga már életünkben is állandóan cserélődik, halálunk után pedig sok további test anyagává válhat. A föltámadt test azonosságát, mint egy József Ratzinger nevű teológus, jelenlegi Szentatyánk levezeti, a lélek azonossága biztosítja. A lélek szervezi a testet, ezzé a testé. Egész egyszerűen ellentmondás, hogy ugyanaz a lélek egy másik testben éljen tovább. Ha a lélek ugyanaz, a test is ugyanaz. A föltámadás dicsőségét magára öltve is ugyanaz a test marad. A lélekvándorlás lehetetlen. Mellesleg erkölcstelen is. A kereszténynek azt mondja, Ráérsz megjavulni következő életedben. Hogy a hindunak mit mond, arra nézve kérdezzük meg a Bagavad gitát. Arjuna herceg habozik ütközetbe bocsátkozni, mert polgárháborús ellenfejlei, rokonok, ismerősök, általa tisztelt szeretett személyek. Krishna viszont arra buzdítja, hogy csak hányja őket kardélre szorgosan, hiszen, idézem, az elpusztíthatatlan, felfoghatatlan és örök élőlénynek csupán az anyagi teste van kitéve a megsemmisülésnek, miként az ember leveti elnyűt ruháit és újakat ölt magára, úgy adja fel a lélek is az öreg és hasznavehetetlen testeket, hogy újakat fogadjon el helyükbe. Idézet bezárva. Ez a lélekvándorlás üzenete. Vétkezd nyugodtan, Gyilkolj nyugodtan!